Egy tetszetősnek mondható összjáték után a 9. percben előbb Papp Roland nagyszerűen megtartotta a labdát a középpályán, majd Sásdi Bencéhez továbbított, a középpályás kiblusztolta a már veszni látszó labdát, és azonnal a védőkről lemozgó leszakadó Csigi Ádámot hozta a helyzetben. A Bonyhád utóbbi időben leggólerősebb játékosa a kifutó kapus mellett a bal alsó sarokba gurított. 1-0. 4 percet kellett várni az újabb bonyhádi gólra, ami szabadrugásból született. Máté Róbert erős, de középre tartó lövését Bildhéber kapus maga elé ejtette, pehére éppen a labdára lecsapó Csigi elé, a csatár már is duplázott 2-0. A tolnai ellentámadások többsége szinte elhalt a bonyhádi 16-os előtt. A 17. percben kidolgozott helyzet nélkül is majdnem gólt szereztek a kékek, ám Horváth Máté szemfüles, jól helyezett a kapus Szabó Szilárd által nem követett, nem látott lövését a jobb kapufa mentette. Jellemzően szabadrugások szögletek után tudott veszélyeztetni a Tolna, az első félidő utolsó percében Szabó Szilárd öklözése után alakult ki a tumultózusban gólhelyzet, de mentettek a tömörülő bonyhádi védők. A 65. percben kis szerencsével egy szöglet után a 3. gólt is megszerezhette volna a Bonyhád, ám Wirth beívelése után a kapufa érintésével hagyta el a labda a játékteret. Egy perccel később Pesti Viktor előrelőtt átadására a tolnaiak ezen a meccsen egyik legjobbja Horváth Máté erősen lesgyanús helyzetből lecsapott a labdára, és rávezette azt a kapusra 100%-os helyzetből betalált 2-1, és ezzel illedezni kezdtek a tolnai pontszerzési remények. A hátralévő 20 percben a tolnai cserék jóvoltából Molnár és Szili bejövetelével kiegyenlítettebb lett a játék. Már csak azért is, mert a Bonyhád is inkább a védekezésre koncentrált, mint a támadásokra, a győzelem bebiztosítására. Összességében így is a kontráikból több és nagyobb gólszerzési lehetőségük volt, így egy gólos győzelmük mindenképpen megérdemelt, a bátorszékiek dombovári bukása után immáron újra tabella éllovas bonyhádiaknak. A Völgységiek támadó erejét növeli, hogy Papp Roland a megyei első osztály egyik legjobb, egyik legtapasztaltabb csatára remek formában futballozik hetek óta. Nem feltétlenül gólokat lő most, hanem előkészít, kiszolgálja a társakat, különösen a nyáron érkező gólerős fiatal szekszárdi csatárt, Csigi Ádámot. De jó vele játszik, jó megtartja a labdákat, jó fejezi be a támadásokat, gólérzékeny nagyon. Én kicsit hátrébb játszom, de abszolút meg vagyok elégedve a kettőnk közötti kapcsolattól. A Bonyhád VLC csapatkapitánya szerint a bajnoki cím megvédése nehezebb lesz, mint annak tavalyi megszerzése volt a több aspiráns, a több jó középcsapat miatt. Nagyon kiegyenlített lesz a vége, hát csináljuk a dolgunkat. Benne van egy pontvesztés, egy idézőjelbe gyengébb csapat ellen, tehát bármi lehet, bárki meg tud fogni bárkit, ahogy az eddigi eredmények is mutatják. Annak ellenére, hogy a tavalyi ezüstérmes Tolna gödörben van szakmai és morális problémákkal küzd, Papp Roland nem írná le még őket. Azért ez a Tolna jobb csapat, mint ami a helyezése mutatja. Egyértelmű. És én úgy gondolom, hogy ők magukra fognak találni, sokkal több van ebben a csapatban, tehát nagyon megnehezítették a dolgunkat. A végén már benn voltunk a kapuba az utolsó 5 percben, tehát ők el fognak innen a tabella második feléből mozdulni fölfelé, ez biztos. A bajnokság egyharmadán túl elmondható, hogy a Bonyhád, Bátaszék, Dombovár trió anyagerősségével, stabilabb csapatjátékával lépéselőnyben van a lehetséges üldöző trióval, a Tamásival, a Majossal és a már leszakadó Tolnával szemben.